Nyolcadik alkalommal szervezték meg a Szféra Kortárs Művészeti Fesztivált Marosvásárhelyen. Célja a kevésbé ismert művészek és zenészek bemutatása a közönségnek. A hagyományokhoz híven idén is egy romos marosvásárhelyi épületbe költözött a kétnapos Szféra Kortárs Művészeti Fesztivál. A Horja utcai volt 4-es iskola épületét hangulatos dekoráció és érdekesebbnél érdekesebb előadások, koncertek töltötték be. Fülöp Tímea, a rendezvény főszervezője híradónknak elmondta, fontos a számukra, hogy egy régi, de a közösség számára fontos helyszínen rendezzék meg a fesztivált. Emiatt gyakran költözik a rendezvény. Az eddigi népszerű helyüket, az aranykakas épületét felújították, ugyanakkor az idei helyszínen is hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Azt szeretnénk megmutatni, hogy mi az, ami a mostani művészeket foglalkoztatja, és főként a fiatal művészeket, akár a pályakezdőket is, olyanok, akik feltétlenül egy nagy galériába nem tudnak még bejutni, de nekik kínálunk mi lehetőséget arra, hogy megmutatkozzanak, vagy a zenébe is például az új zenekarokat, vagy új albumokat, tehát hogy mindenképp van egy aktualitása ezeknek az alkotóknak, akiket mi elhozunk ide a Szférára. Emellett a mini vásáron is részt vehettek az érdeklődők. Környezettudatos vagy bio termékeket, illetve használt ruhákat forgalmaztak a vállalkozók. Ugyanakkor nem maradtak el a népszerű műhely tevékenységek, kiállítások, illetve a gyerekeknek szánt foglalkozások sem. Ennek a krétafesték használatának a lényege, hogy szabályoktól mentes, rendkívül egyszerű és szórakoztató, ezért bárki bátran kibontakozhat, és igazából szabályoktól mentesen mindenki nagyon szép és egyedi dekorációs táblácskát, tárgyat tudott létrehozni. Ugyanakkor az idei fesztiválon nagy hangsúly esett a környezettudatosságra is. Több használatos és újrahasznosított műanyagból készült poharakat vásárolhattak a résztvevők, amelyeket vissza is válthattak a nap végén.